Tamási város önkormányzata évek óta azon munkálkodott, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a természetben megtalálható és folyamatosan megújuló energiaforrásokkal fűtsék a város épületeit. Ahogy a lakosságnak is nagy nehézséget okoz az energiaáremelés, így természetesen az önkormányzatnak is, ahogy számoltunk, biztos, hogy több 10 millió forint plusz kiadás jelent majd az önkormányzat költségvetésének. Ennél többet is jelentene, de azt mondhatom, hogy szerencsére mi az elmúlt időszakban felkészültünk arra, hogy bizonyos tekintetben önellátók legyünk, és a Tamási Zöld Város, ez a logónk, erről nem csak beszélni szeretünk, hanem tettünk is érte. Ahol most vagyunk, az a geotermikus fűtés rendszerünknek az egyik épülete, a visszasajtóló épület. Szerencsére Tamási bőven rendelkezik termálvízzel, nem csak a fürdő üzemeltetéséhez jön jól, hanem egy városi fűtésrendszernek a működtetéséhez is. 2015-ben épült ki ez a termálvízes fűtésrendszer, közel 1000 méter mélyről 47 fokos vizet hozunk a felszínre, amely egy zárt rendszeren keresztül működteti a város, nem az összes, de összesen 13 közintézményét. 13 közintézmény 17 épületét látunk el geotermikus fűtéssel, ami jelen helyzetben, még hogyha ennek is van bizonyos áramdíja, sokkal kedvezőbb, mint hogyha a többszörösére emelkedett gázárat kellene kifizetnünk. A 2015 után felújított épületek, a sportokháza, illetve a zöldpont és civilház nem lettek rákötve a geotermikus fűtés hálózatára, ott más alternatívát találtak erre. Ezeknek az épületeknek a tetejére is napelemet helyeztünk el, illetve az új bölcsőde épületnél ugyanígy jártunk el. Azt is szem előtt tartottuk a fejlesztéseknél, épületfelújításoknál, energetikai rekonstrukcióknál, hogy ahol lehet, ott minden épületnél helyezünk el napelemet. Az egyik legnagyobb napelemes rendszerünk például a művelési központ tetején található, ami például a hivatalnak az áramellátását is jelentős mértékben segíti. De nem csak önkormányzati intézményekről van itt szó, ha visszatérünk akár a geotermikus fűtésre, akár a napelemes rásegítésre, hanem olyan önkormányzati tulajdonú, de nem önkormányzati üzemeltetési épületekről, mint például a járási hivatal, a rendelőintézet, vagy éppen a rendőrkapitányság dolgozik most azon, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni ebben a fűtésrendszerbe, hisz jelen árás szerint fele akkora lesz a költsége jelen gázár mellett, mint a gáznak a piaci ára. Tehát mindenképpen megéri elgondolkodni, és az önkormányzat is felméri azt a lehetőséget, hogyan tudna még intézményeket, önkormányzati és egyéb intézményeket bevonni a geotermikus fűtésrendszerbe, vagy kereskedelmi szolgáltatókat, esetleg társasházakat. Nyilván itt a kapacitásunk véges, de mindenképpen egy cél lenne ez. 47 fokos termálvízről beszéltem. Ez a leghidegebb időszakban, tehát ha mínusz 5 fok alá esik tartósan a hőmérséklet, akkor nem elég. A nagy hideg beköszöntével, mikor mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, más fűtési rendszert is igénybe vesz az önkormányzat. Egy topos forrásból valósították meg azt a rendszert, ami a talajból szivattyúzott termálvizet a megfelelő hőfokra fűti ebben az időszakban. Egy nagy teljesítményű biomassza kazánnal ráfűthetünk erre a rendszerre. Ez faaprítékkal történik. Ha nem fűtünk rá, akkor automatikusan bekapcsol a gáz. Mi ezt a gázt teljesen szeretnénk kiváltani a következő időszakban a faaprítékos fűtéssel. Felmértük azt, hogy milyen erdő állománya van az önkormányzatnak, ha konkrét erdők nincsenek is, de külterületen vannak olyan fasorok, olyan területek, ahol faaprítékot nyerhetünk, és ez a biomassza kazánnak alapanyagul szolgálhat, és ahol van geotermikus fűtés, ott erre rásegítve az a tervünk, hogy a gáz teljesen ki tudjuk váltani ebben a fűtés és a következő fűtési szezonokban is. A geotermikus fűtés üzemeltetése, tehát jóval kisebb energiaszámlát generál, mint a más hőfejlesztő megoldással fűtené középületeit Tamási város önkormányzata.